Üdv újra a csatornám, mint úgy ígértem, azért a heti egy videót próbáljuk tartani, szóval itt van az újabb videó. A mai alkalommal én úgy gondoltam, hogy hozok nektek egy olyan parfümöt, amit lehet, hogy nem minden parfümériában fogtok látni. A neten van olyan webshop, ahol megtaláljátok. Pesten egyébként, ha jól tudom, a Neruliban be tudtok menni, ki is tudjátok próbálni. Illetve a Notino 100%, hogy elérhető. Ez a parfüm pedig nem más, mint a Reflection Man az Amouage-tól. Mivel egy olyan parfümháznak az illata van most a kezemben, ami nem tekint vissza több száz éves múltra, mint mondjuk tegyük fel, ha már ugye nincs parfümökről beszélünk, mint a Creed ház, ahol tudjuk, hogy még a napóleoni időszakokban is működött a családnak az idősebbik, vagy pontosabban az első generációja. És ez a ház, ezzel lehet, hogy nem sokan találkoztatok még, vagy hogyha láttátok is, annyira nem biztos, hogy éreztetek affinitást ahhoz, hogy kipróbáljátok az illatokat. Viszont melegen ajánlom figyelmetekbe, mert hogyha olyanok vagytok, mint én, aki szereti és felkapja a fejét a szokatlan illatokra, az egyedi jellegzetes parfümökre, ami főleg, ha már egyedi, meg nem feltétlenül találkoztok vele minden utcasarkon, kipróbáljátok magatokon, és tök jól működik, akkor lehet, hogy ez az a márka, vagy ez az a parfümház, amit kerestek, ha visszaemlékeztek régebbi történetekre, az alapvilágból biztosan eszetekbe jut többek között az Ezer egy éjszaka meséje, Szimbád a tengerész, és majdnem minden történetben ugye hallunk két-három olyan dolgot, amiről köztudott, hogy ugye illatok, illetve bocsánat, ugye parfümök alapanyagokként ez egyik legtöbbet használt alapanyag, illetve illatjegy lehet. Ezek pedig nem mások, mint a rózsa, a tömény, illetve a mirha. Oké, nem tudtam kérni, szóval még a felolvasom, ezek az tuti lesz. Tehát az arab emírt, tehát ő felsége Said Hamad bin Hamud al-Busaid. Nem akarom megbántani, ez a neve, kész, az én nevemet is biztos rengeteg ember nem tudja kimondani, úgyhogy szóval. Ő felsége, még egyszer, Hamad bin Hamud úgy döntött, hogy az arab világ illatait, illetve hagyományait szeretné ötvözni a mai modernitással, és szeretne kialakítani, vagy szeretne létrehozni egy olyan parfümházat, amely megfelelően, illetve teljes mértékben tükrözi az arab illatvilágot. Az arab parfümökről beszélünk, illetve a középkeleti illatvilágról, mindig valahogy az van előttünk, hogy ezek nehéz illatok, édes illatok. Ha valaki ilyen jellegű parfümöt használ, az biztos, hogy a teret betölti ez az illat, illetve nagyon nehezen lehet elfelejteni, de szó szerint benne marad az ember órában. Na most az az érdekes dolog áll fent velük kapcsolatban, hogy 83-ban, amikor megalapították az Amouage-t, onnantól kezdve egész a napjainkig körülbelül egy olyan 90-100 parfümöt készítettek, nem csak saját házi parfümőreikkel, hanem voltak ugye rengetegen, akik külsősök, illetve más cégtől szerződtek le az Amouage-hoz, hogy kreálnak egy-egy új illatot. Mivel ugye beszéltünk meg korábban a niche, illetve a designer parfümök közti különbségről, tehát a designer parfüm, akkor olyan cégekről beszélünk, mint tegyük fel a Tom Ford, a Gucci, Versace, Armani, ahol nem csak parfümöket, vagy nem csak illatszereket gyártanak, hanem elsősorban inkább tegyük fel különböző divatkiegészítőket, ruhákat akár, cipőket, kalapokat, napszemüvegeket, tehát hosszú a sor. Még ezzel szemben a niche lista, ezzel szemben a niche cégek, vagy a niche parfüm cégek, ők csak kizárólag parfümöket vagy illatszereket készítenek. Utóbbinak annyi írható úgymond nagy piros pontként a listájára, hogy ők azért mindig odafigyelnek arra, hogy minőség alapanyagokkal dolgozzanak. Az Amouage parfümjét nézzük, a legtöbb esetben ugye az előbb említett három főképpen közel-keleti jellegzetes illat, a tömén, a mirha, illetve a rózsa benne van a legtöbb parfümjükben, viszont olyan szinten kreatívak, és annyira egyedi minden egyes parfümjük, amit készítenek, mind a férfi, mind a női, de próbálják ötvözni a luxust, a modernitást, illetve a hagyományt. És szerintem, ha
a Creed-től eltekintünk, illetve felhasználhatnánk még nagyon sok olyan nis parfüm márkát, akik azért próbálják a hagyományőrzést is fenntartani a modernitás mellett, illetve hogy tartsák ugye a lépést az új illatok, illetve az új igényekkel. Szerintem az Amouage lehetne a zászlóvivő ebben a kategóriában. Nekem ők személyes kedvenceim, nagyon sok parfümöm van tőlük, nem azért, mert letettem a voksom mellettük, csak egyszerűen minden alkalommal, amikor ezeket a parfümöket használom, tehát különlegesnek érzem magam, nem tudom másképpen elmondani, hiszen szerintem a parfümnek amúgy is az a lényege, vagy az a célja, hogy adjon neked egy olyan érzést, hogy meg tudja változtatni a hangulatodat. Ugye amikor a parfümkészítő összerakja az alapanyagokat, illetve összeilleszti a fej, a szív, illetve az alap illatjegyeket, ezeket mikor te megszagolod, és ugye szépen elkezd lebomlani óráról órára a bőrödön, akkor gyakorlatilag az az életérzés, ami benne van a parfümőrben, az eljut hozzád. Ha már randi parfümről beszélünk, ugye, akkor szerintem, hogyha át akartok térni a nis vonalra, akkor az első, amire tegyétek rá a kezeiteket, az legyen ez. Tehát az Amouage-tól a Reflection Man. Ez még mindig elérhető, tehát a piacon van, nem szüntették be a gyártását. Annyi különbséggel talán, hogy a kupaknak lett más a dizájnja. De ezt meg is mutatom, hogy ez miért, vagy mi ebben az eltérés. Tehát ez önmagáért beszél. Ugye mindig mondom, hogy az üveg, az üveg, az üveg, na de az az üveg. De ez az üveg. Tehát látjuk azt, hogy egy tök egyszerű, átlátszó, gyönyörű kristály üveg van itt előttünk, amivel látszik ugye ez a kis bevezetett műanyag szál, amiből majd a spréfej kihúzza a parfümöt. Itt az oldalon nem látni át, mert itt van egy fényfoglalat. A kupakáról annyit, hogy minden egyes parfüm, itt ez az apróság az elején, ez egy Swarovski kristály. Tehát minden egyes Amouage parfüm egy-egy kristálya jön a kupakjában. Elől láthatjuk a logót, illetve a cégnevet. Itt a kupaknak pontosabban az üveg nyakának, nem tudom mennyire fog látszani nektek, de talán úgy halványan feltűnnek a betűi a parfümnek. A kezetekben lesz majd a parfüm, ezt látni fogjátok, hogy a parfüm kupakja ez mágneses, tehát nem is tudom így rányomni, tehát ledobja. Csak így tudom rápattintani. Hallod, tehát figyelj. Mekkora jó játék. Most mondhatjuk, hogy ez az a parfüm, ami úgymond az egyik nagy sikerét hozta az Amouage-nak. Ha korábban már, és akkor csak itt zárójelben jegyzem meg ugye, másolni parfümöt, nem másolni parfümöt, a Jean Paul Gaultier-től a Le Male. Ez biztos, hogy láttátok már, hogyha legalább a Douglas-ben megfordultatok már, vagy láttatok már Jean Paul Gaultier parfümöt. Ennek van egy ilyen férfi vagy női alakja, most ez a kék verziója, a Le Male. És ha megszagoljátok a két parfümöt egymás után, szinte rögtön, akkor azt fogjátok mondani, hogy öregem, ez ugyanaz. Nem ugyanaz a két ember csinálta a parfümöt, hiszen ez ugye 2007-ben látott napvilágot, és rögtön, amikor New Yorkban, illetve Párizsban a parfümőrültek rátették a kezüket, rögtön azt mondták, hogy első körben ugye mindenki el volt attól halva, hogy hát ez biztos, hogy koppintása, ez egy rohadt jó parfüm. Ha a Le Male-t emellé kellene tennem, és a kettő közül kellene választanom, még amellett is, aki kellene fizetnem a piaci árát ennek a parfümnek, kérdés nincs, ezzel mennék haza. Miért? Ugyanis ez a juice, ami benne van, aki az üvegben, ez szerintem, tehát
legalábbis én, akinek ezt megmutattam, vagy amikor érezték ezt rajtam, mindenki megkérdezte, hogy ez micsoda. Tehát maga a parfüm egy nagyon érdekes elegy, egy nagyon érdekes készítmény, ugyanis nagyon sok virág van benne. Nerolitól, pacsulitól kezdve, egészen megtalálható benne, ilang-ilang is. Benne van egy ilyen kis pattogós illata, vagy ilyen pergős illata a bors miatt, mint a picit még talán csípni is az ember orrát, mikor úgy hirtelen megszagolod a bőrödön. De pár órával később ez az ilyen intenzív, pergős ropogósága az illatnak, ez teljesen elillan. És megmarad egy ilyen nagyon kellemes, mondhatnám, hogy virágos vagy picit balzsamos, friss illat utána. Az alapillatok között szerepelnek ilyenek, mint a vetiver, a pacsuli, ugyanúgy benne van a szantálfa is. Szóval ezek olyan illatjegyek, amik ugye nyilván férfias illatjegyek, meg főképpen ugye a férfi parfümökben illat, vagy férfi parfümökben használják. A férfi parfümök között szerintem ez egy olyan égkő, ha lehet ilyet mondani, amiben szerintem soha nem fogsz csalódni. Tehát ezt te bármikor magadra fújjad, vagy bármikor fogod használni ezt a parfümöt, de meg akár a hidegebb vagy a hűvösebb időszakokban is, nyilván akkor annyira nem intenzív az illata, de ebben nem fogsz csalódni. És tudod, hogy miért? Azért, mert minden parfüm ilyen az amuázsnak. Mi megcélozzák, ha mondhatjuk így, azt a vásárlói réteget, aki keresik a különlegeset. Én amikor nézem a videóit a nagy parfümőröknek, ha az első három első, mondjuk tegyük fel, akkor öt top legjobb niche brandet vagy niche márkát kell felhozni, az amuázs ott van, de általában az első három között ott van. És azért, mert mindig tudják hozni a szintet, mindig tudják tartani a luxus kategóriát, viszont mindig tudnak újat mutatni. És nem feltétlenül az áráról beszélünk, bár tudom, hogy nagyon sok ember szerintem agyfasz kap, amikor meglátja, hogy milyen árban vannak ezek a parfümök, amiket az ománi szultánság készít. Viszont higgyétek el nekem, csak egyszer az életben, hogyha rászánjátok a pénzt arra, hogy legyen nektek egy olyan parfümötök, amit tényleg csak különleges alkalmakkor vesztek fel, vagy különleges alkalmakkor hordok, lehet másképpen fogod látni azt a pénzt, amit erre ráadozol, mert ha összeszámolod a pénzt, amit mondjuk Axe Spray-re költesz, igenis jutalmazd nem magad egyszer az életbe, menj ebbe a parfümboltba, próbáld ki őket, és nem fogsz elmenni üres kézzel, mert legalább akkor olyan tapasztalat lesz az órodban, meg az agyadban, amivel a későbbiekben lehet, hogy kicsit nagyobb látókörrel fogsz majd magadnak egy jó illatot találni. Az előző videóhoz nagyon sok hozzászólás érkezett egyébként a nézőktől, és ennek tökre örülök, úgyhogy név szerint meg is szeretném mindegyik őket említeni. Robert G. Kalman, David Deák, a másik úriember, illetve tök jó kérdéseket kaptam ugyanúgy Horváth Szabolcstól és Danielson Bronco-tól. Ezúton is szeretném nektek megköszönni azt, hogy nézitek a csatornát, köszönöm, hogy feliratkoztatok. Örülök, hogy ennyire aktívak vagytok, illetve szeretnék arra megkérni mindenkit, aki megnézi az adásokat, illetve a videókat, hogy nyugodtan kérdezzetek bármit, hogyha van ötletetek is, hogy miről akartok videót látni, írjatok. A kommentek között is feljött az, hogy nekem mi a véleményem XY parfümről. Mint ahogy írtam is, nincs olyan rossz parfüm. Tehát nekem is számtalan parfümöm volt, amit ajándékoztam, nem azért, mert rossz parfüm volt, pusztán csak azért, mert hosszú távon valahogy nem működött, vagy nem volt annyira jó az én bőrömön, vagy az én ízlésem megváltozott, hiszen mi is változunk, ugye nem öltözünk mindig pokémonos pólóban, meg nem hordjuk mindig a szandát zoknival, vagy a papucsot zoknival, tehát a változás jogát fenntartjuk mindannyian. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy ha esetleg van egy olyan parfüm, mondjuk neked tetszik, hogy egy olyan illat, és más azt mondja róla, hogy nekem ez annyira nem jó, vagy túl öreges, vagy túl fiatalos, túl édes, túl szavanyú, tök mindegy. A lényeg az, hogy a sor végén neked tetszen. Ha te jól érzed benne magad, és a te kisugárzásodat ez megváltoztatja a pozitív irányba, akkor öregem hordjad. Ja, és még egy dolog. Kíváncsi vagyok arra, hogy mit szólnátok például egy olyan lehetőséghez, hogyha lenne egy ilyen,
hogy kipróbálhatnátok mindegyik parfümöt, amit a videóban megmutatok. Legyen ez akár designer, legyen ez akár niche. Szóval érdekel, hogy ehhez mit szólnátok, illetve mennyire látjátok ezt az ötletet életképesnek. Szeretném megköszönni a figyelmeteket. Köszi, hogy ide kattintottatok, köszi, hogy megnéztétek a videót. Nagy hála a feliratkozóknak, üdv az újaknak. És mint eddig mindig, használjátok a parfümöket, fújjátok, érezzétek jó magatokat a parfümmel, illatozzatok. Vigyázzatok magatokra, és visszatok a következőben. Sziasztok!